Életveszélyes állapotban szállították a Besztercebányai Roosevelt kórházba Robert Fico szlovák miniszterelnököt, akinek az esti órákban még zajlott a műtétje. A kormányfőnek, aki ellen merényletet követtek el Nyitrabányán szerda délután, sajtóértesülések szerint több lőtt sebe is van. Az Euronews tudósítója Tanács Gábor így összegzi a helyszínen tapasztaltakat. A szlovák miniszterelnököt, Robert Ficót jelenleg ebben a besztercebányai kórházban kezelik. Éppen befejeződött a védelmi és a belügyminiszter sajtótájékoztatója. Azt mondták, hogy a kormányfő még mindig küzd az életéért. A támadás megrázta az országot, sokkolta a minisztereket és mély politikai megosztottságot mutat Szlovákiában. A kampány során Robert Fico pártját azt mert azzal vádolták, hogy leépíti a demokráciát. Ő és pártja pedig azzal vádolták az ellenzéket, hogy kiárusítja az országot a nyugatnak. A belügyminiszter szerint a kormányfő elleni támadás rávilágított arra, hogy az ország a polgárháború szélére sodródott. A leköszönő köztársasági elnök azt mondta, hogy a gyűlölettel teli retorikának véget kell vetni. Needs to stop in this country. Gábor Tanács for Euronews in Banská Bystrica.